Szeretettel köszöntök akkor én is mindenkit. Ez október hétvégi gyakorlatunknak a Dharma beszéde. És először is szeretném megköszönni a kiváló bevezető Gyurinak. Valóban az egyik legnagyobb betű és kiírás, amivel az ember szembe találja magát a templomba, tekintve transzparenseink és nagy tábláink nincsenek, útba igazító. De amikor megnézitek a napi rendet szép nagy betűkkel kipingelve, hogy kérjük, tartsd csendet. Hallottuk a bevezetőben, hogy egy ilyen csend mire jó, mit adhat, miért érdemes követni. Két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. A meditációs gyakorlat során eljöhet az a pont, amikor megvalósul az, hogy állva, ülve, fekve, járva, tevékenykedve mi az? Egyetlen tudat szemtelen számtalan kalpán át. Szóval megtapasztalhatjuk azt a jellegű csendet, azt a szélcsendet, a gondolatok szélcsendjét, amit aztán ezután kívánunk a sétáló meditációban megőrizni. Megőrizzük a sétáló meditációban, át tudjuk vinni a következő ülésre, abban is igyekszünk megőrizni. És amikor a legjobban benne vagyunk, akkor puff, az egyébként már várva várt csupi háromszor megszólal vége. Fölállunk, szeretnél kimenni a terembe, és akkor valaki rögtön megtalál és kérdez, vagy mond. És akkor ez az érzés ez jött, és ez ment. Nyilván hozzátehetjük, hogy nem szabad ragaszkodni semmihez, amit menet közben elérsz, vagy bármi, amit a meditáció során tapasztalsz, hiszen amit jött, amit hirtelen megtapasztaltál, az ugyanazzal az erővel el is fog menni. Ami megjelenik, az eltűnik. Ami előáll, az szétoszlik. Ez a karma alapvető törvénye, és ez minden jelenségre igaz, ugyanúgy, ahogy a szíszutában énekeljük. Mégis ez a bizonyos tiszta tükörszerű tudat, az, amire törekszünk, és amit a gyakorlat során próbálunk egyre erősebbé tenni, és magunkat pedig képessé tenni arra, hogy visszatérjünk, ez mégiscsak nagy kincs, amikor éppen jelen van. Amikor ezt igyekszel megőrizni, és más lerombolja a gyakorlatot, legalábbis ezt gondolod, mert valójában te reagálsz rá úgy, hogy kizökkensz az elértekből, akkor érted meg, hogy miért rendkívül fontos az, hogy ne szólj a másikhoz, hogy hagyd békén, hogy hagyd csendben, és ne zavard a köreit semmiféle módon. Nekem is személyes volt nyilván ez a tapasztalat, onnantól kezdve értettem meg, hogy aki gyakorol, ahhoz az jobb békén hagyni, hogy bármi, hogyha, mert nem tudhatod, hogy éppen mit él át, nem tudhatod, hogy éppen mit tapasztalt meg pár perccel ezelőtt. Ha ebből kiszeret, hogyha ezt tönkreteszed nála egy jól irányzott verbális kalapácsütéssel, akkor az kvázi a te lelkeden szárad. Egy másik gondolat pedig, ami már régebben megfogalmazódott bennem, és ezzel szeretném zárni a saját rövid bevezetőmet. Amikor megtalálod az igazi csendet, akkor rájössz, hogy a zaj az csak belülről jöhet. Tehát van-e bármiféle kérdés, akár angolul is? Még mielőtt kijössz, csak szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy mi a különbség e között a csend között, ami most volt, és a között a csend között, amit meditáció során megtapasztaltok. Az egyikre vágytok, az egyiknek ott az ideje, és ezért a csend az nyugalmat ad. Másiknak látszólag nincs itt az ideje, mindenki azt várja, hogy szülessen meg az első kérdés, ne én legyek, hanem valaki más. Tehát létrehozza egyféle várakozást, ami nem teljesül, és az kínosnak érzed, tehát teljesen máshogy éled meg az egyik csendet és a másik csendet. Amikor nem koszolod össze a tudatod, amikor a tükör tiszta, és hogyha piros jön pirosat mutat, fehér jön fehér mutat, akkor a csend az csak csend lesz. Minden egyebet te rapsz hozzá a valósághoz, és te veszel el belőle. Ez csak egy megjegyzés volt, akkor kérni az első kérdés. Én a testi fájdalommal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy nagyon sokak szerintem ez így válaszút így a zennel és a meditációval kapcsolatban, hogy így erős testi meg ízületi fájdalmakat azt az ellen van-e valami praktika, amivel lehet küzdeni, vagy... Vagy? Hát vagy így, vagy leküzdeni. Tehát le akarod küzdeni a fájdalmat. Hát én igazából úgy vagyok vele, hogy benne vagyok, próbálom megfigyelni, nem ragaszkodni ahhoz, hogy elmenjen, tehát hogy... Ha csak figyeled, akkor mi a baj vele, ha ott van?
Hát, hogy egy idő után elhatalmasodik annyira, hogy... Hogy? Hogy nem tudom, mondjuk ki kell nyújtom a lábam, vagy ilyesmi. Na is. Oké. Akkor megpróbálunk itt válaszolni a kérdésre. Sokféle módon lehet közelíteni a fájdalomhoz, lehet először is osztályozni. Nagyon rövid, teljesen saját bejáratú osztályozást szeretnék akkor most itt rendelkezésre bocsátani. Van egyrészt a teljesen objektív fizikai fájdalom, abszolút megérthető, anatómiából adódik, stb. Ez általában a térnek, a hátnak, illetve az ágyék tehízületeknek a fájdalma. Ennek rengeteg oka lehet, éppen az adott porckopás, a túlmeszesedés, a rugalmatlanság, be nem járatottság, egyéb ilyen dolgok. Ez objektíve megfogható. Hogyha ez történik, akkor azt tudod tenni, hogy kicsit változtatsz az evés stílusán, tehát olyan tápanyagokat veszel magadhoz, amivel nem rontod a helyzetet. Kettő, olyan gyakorlatokat végzel, akár jóga, akár bármiféle ilyen rendszer elemeiből segítséget kérve, ami segíti azt, hogy kicsit rugalmasabb légy, jobban szét tud tenni a lábad, a csípő jobban előre tudjon dőlni, fixen, stabilan meg tud ülni. És végül, de nem utolsó sorban, ezt el kell tudni fogadni, amikor éppen ott van. Egy másik jellegű fájdalom az abból eredhet, hogy az ember helytelenül, vagyis hát nem korrekt módon tartja magát ülő meditáció közben. Ugye, aki legelőször idejön, és meditációs instrukciókat adunk neki, külön legalább egy olyan 10 perc szól arról, hogy hogyan helyezkedjünk el a szőnyegen, hogyan tartsuk a lábunkat, hogyan gyömöszöljük magunk alá a mackósarták átalakított ülőpárnát, nagyjából milyen pozíciót vegyünk fel, mire kell figyelni, és a többi, és a többi. Ezt most a válaszköreink kívül esik. De arra kell gondolni, hogy a helytelen pozíció, a helytelen tartásból adódó fájdalom, ilyen is létezik. Van egy másik fájdalom, ez a koncentráció és frusztráció, vagy nagyon erős figyelem, vagy bármiféle aggódásnak a fájdalma. Saját példából induljak ki. Jó ideig ugye észre se vettem, hogy amikor megy a meditáció, annyira próbára kerülködni a gondolkodás leállítására, akkor még egy kicsit máshogy nyúltam a témához, hogy csak meditáció végén éreztem, hogy teljesen elfehéredett a hüvelykújjam, teljesen beállt görcsbe a kezem, és azt a tanulságot sikerült levonni, hogy amikor nagyon agyon koncentrálom magam a sima puszta figyelés helyett, akkor itt a kezemben összpontosul minden, és azt tartom feszesen. És kiváló módszer ennek a felszámolására, hogy meditáció adott pontján, amikor érzed, hogy gond van, szépen tetőtől talpig végigpásztázod a testet, és megkeresed azt a pontot, ami a legfeszesebb indokolatlanul. Fogod, és szépen ellazítod. Még egyszer megnézed, még egyszer ellazítod. És ez sokszor bekövetkezik, akkor képben vagy, és tudod, hogy még a testnek az a pontja, amelyik a leginkább feszül, akkor, miközben próbálsz valamire nagyon odafigyelni, mikor próbálod fókuszálni a tudatod, és ezt eleinte erővel teszed. És ez elég hamar kiszűrhető és megszüntethető. De kinek a kezében jelentkezik ez, van akinek a gyomrában, van akinek a háta, a nyak környéke. Ezt össze szokták kapcsolni azzal, hogy éppen milyen lelki problémája van, tehát akkor azért a válla, mert túl sokat vállal, azért a háta, stb. Én szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, javarészt anatómiai dolog egyik része, a másik pedig egyszerűen berögződtség, megszokás, ezt nem ragoznám túl, ez a fájdalom következő része. És nyilván lehet olyan fájdalom, ami akut módon hirtelen jelentkezik, és bármiféle régebbi emlékből feljön. Nagyon bőven nem akarok erről beszélni, ez akkor téma, hogyha ez valakinek konkrétan megjelenik, és akkor tudunk erre tanácsot adni. Ennyiféle fájdalom létezik legalábbis számomra. Nyilván más ember máshogy osztályozza. Ahogy tudod kezelni, azt is többféle szinten lehet. A legegyszerűbb az, hogy változtatsz a testhelyzeteden. Használsz még párnát, kreatívan magad alá pakarod, fészket raksz, felpolcolod a térdeidet, úgy változtatsz a pozíció, hogy ne fájjon. Ez a fájdalomnak egyféle elkerülése, egy viszonylag racionálisan jól megindokolható módon. A következő szint az, amikor fogod és egyszerűen befogadod a fájdalmat és lazaságot küldesz oda. Ekkor egyféle relaxált állapotot hozol ott létre, és ezzel el tudod tüntetni a fájdalmat. Gondolj arra, hogy amikor különböző dolgok eszedbe jutnak, barától, nőtől kezdve a citromon át a kalapácsig, különböző izmok feszülnek meg. Tehát az, hogy valahova valami eszedbe jut, valami mentális képet létrehozol hirtelen magadban,
akkor az egy bizonyos izomtónus változást is okozhat a test egyes helyein. Főleg akkor, amikor odafigyelsz. Nagyon sok olyan gyakorlat van, például savászana jogában szépen hanyat fekszel, hullapóz és nehéz érzet. Egyenként végigpásztázod a tested, mindenhol nehéz érzetet próbálsz kelteni, ami azt jelenti, hogy odafigyelsz, és akkor ott nő egy kicsit a véráram, ellazulnak az izmok, jobb lesz a keringés, ettől melegebbnek érzed, nehezebbnek érzed, vagy éppen hidegnek, kihogy. Okay? Tehát ez a fájdalom másik kivédés. Ez azért nagyon praktikus, mert ezzel gyakorlatilag hamar megszünteteted, viszont a nulladik lépés az, hogy elfogadod és befogadod a fájdalmat. A befogadáson azt értem, hogy hagyod, hogy jöjjön, üdvözlöd, átöleled, tudod, hogy valamire felhívja a figyelmed, valami nem oké a testben, azért jelentkezik, és azzal, hogy befogadod, azzal, hogy így állsz hozzá, ezzel egy kicsit enyhíted is. Annak idején én sportot űztem abból, hogy amikor fogorvoshoz jártam, akkor rendszeresen nem kértem lidokain szurit, vagy nem tudom, a spré volt lidokain, a szuri az valami más, és akkor néztem, hogy mennyire tudom úgy elfogadni azt, hogy húzzák, vagy tömik, vagy fúrják, vagy valami, vagy bármi. Hozzátenném ehhez a módszerhez, hogy ez még mindig nagyon szép és nagyon bio, de ez még mindig a fájdalomnak az elkerülése, a fájdalom kivédése, és egy nagyon gyenge, tehát egy szelíd harc a fájdalom ellen. Egy fokkal magasabb szinten lépsz, akkor az van, hogy a fájdalmat elfogadod a valóság részeként úgy, ahogy van. Tehát semmit nem teszel ellene, hagyod, hogy ott legyen. Tehát elfogadod teljes egészében, mint a valóság része, és nem harcolsz ellene, mert ugye az egész meditációs gyakorlat arról, hogy először is elfogadod a valóságot, tehát hogy ne harcolj ellene, másfelől pedig fókuszálod a tudatod, és ezt igyekszel megtartani. A tükör se tud harcolni a valóság ellen, piros jön pirosat mutat, fehér jön fehéret mutat, pont. A negyedik szintet körülbelül úgy írnám körbe, hogy amikor a gyakorlatod fontosabb, mint bármi más. Amikor az, hogy akár a hangot tapasztald, akár a kérdést megtartsd, akár a mantrát ismételd újra meg újra teljes odaadással, és annyira fontossá válik számodra, hogy az van a csúcson, akkor onnantól kezdve se a testérzet és a fájdalom nem téma, se a gondolat, se az érzelem. Ezek megjelennek, elmennek, de nem érdekel, mert téged a gyakorlat foglalkoztat. Ez olyan, mint amikor képzeld el azt a romantikus képet, hogy a sötét erdőn villámokkal cikázva vágsz keresztül a sűrűn, mert a szerelmet felé haladsz. Vizes leszel, na és? Megharap a kis mókus, na és? Kullancs fölmászik, és megvan, na és? Tehát nem téma ahhoz képest, amit csinálsz. Meditáció során ugyanez van. Javaslatom az, hogy a felső kettőt próbáld meglépni. Ha érzed, egyszerűen fogadd el, akkor úgyis magától el fog múlni előbb-utóbb, vagy hogyha nem, akkor azt is elfogadod. Illetve a fájdalom jelenléte nagyon jó visszajelzés arról, hogy mennyire vagy a gyakorlatodban, és mennyire az van az első helyen. Pont. Teljesnek tűnik a válasz, elfogadható. És köszönöm. Van-e bármi más kérdés? How do you accept a thing? I mean, whatever it is, how do you accept it? I mean, I am having, for example, bad thoughts, but I'm disturbed by them, so, okay, I accept it, I tell to myself, and I see them, but they are still bothering me, or I don't mind them, and I don't think that's acceptance. So I don't know how to deal with it. Mm-hmm. Okay. So if you want to accept it, it's already too late. First of all, okay? So when you want to accept something, it means that already dualistic thinking appeared. All right? You understand it. Second, you cannot really do anything but to accept it. It's already there. It's the reality. What can you do against existing moment by moment reality? Okay. Third thing, our practice is not about thinking or not thinking. Our practice is about attaining, making all efforts to attain this kind of clear mind, which is clear like space, not moving, and to have this experience. It has nothing to do with the thoughts. You have been interviewed several times, I think,
So you met this kind of short poem that Chogyam Tsongkhapa gave you. So coming empty-handed, going empty-handed, that's human, and so on and so on. And there's something which is bright and clear, and it's there all the time, it's not changing, and independent from life and death and things like this. I'm sorry for not quoting like precisely. So you are looking for something which is clear, and it's always there, whether you are thinking or not. So you have nothing to do with your thinking. So if you want to accept, it's too late. You cannot really do anything with reality, what is right in front of you. Third, the meditation is not about that. And fourth, essentially it shouldn't be a problem. Then sum it up in your mind and try to deal with this kind of information. Okay, you were waiting for some trick, I think. So how to get rid of it? If you want to get rid of it, you are already trapped. You already glued on the paper. It's too late. So just be. Just be. Don't even be. Just be. Thank you. Van a bármi más kérdés? Beszéltél arról, hogy milyen legyen a test meditáció közben. Beszélnél egy kicsit arról, hogy tudattal, amit kell kezdenünk, tehát hogy milyen a helyes tudat meditáció közben. Erőfeszítés, vagy megengedés, vagy kettő egyensúlya, vagy hogy kell ezt csinálni? Nem kell csinálnod semmit, és nem kell alakítanod sehogy. Így objektíven, mihelyt ezt formálni akarod, vagy valamivé tenni, az már egy vágy, az már egy szándék, az már egy cél, az már egy korlát. Akkor már nem hagyod úgy, hogy jöjjön, menjen, ahogy akar, ahogy természetes dolog, hanem te akarod irányítani egy bizonyos irányba. Ami nem rossz, csak akkor a valódi célt fogalmaz meg, és a valódi irányt. Nem pedig azt, hogy éppen az eszközt hogy használod. Azt szeretném ezzel kapcsolatban még mondani, hogy kicsit emberi módon válaszolva a kérdésedre, abban a szellemiségben, ahogy kérdezted, az lenne a válaszom, hogy légy kész elfogadni azt, ami van. Paf, ennyi az egész. A gyakorlatot tudod, ezt elég jól körbeírtuk, akár a hangot érzékeled, akár a kérdéssel dolgozol, akár a mantrával, egyetlen dolgod van, ezt csinálni. És a tudatod az közben hagy békén. Ha már közben tudatoddal babrálsz, akkor már létrehoztál egy tudatot, akkor már létrehoztál mindent. Addig, amíg csak a gyakorlatodat végzel, addig nincs hely, és nincs idő, és nincs tér, és semmi nincs arra, hogy bármiféle gondolatot, koncepciót, elképzelést, vágy, és stb. Létrehoz, vagy beengedj magadba. Oké? Tehát a gyakorlattal tölts tele magad, csinál, az összes többi mellékhatás. Klasszikus zeneszólás, ha el akarod érni, biztos, hogy elvéted. Tehát elősegíteni tudod, de elősegíteni is azzal tudod, hogy nem korlátozod, hogy hagyod. Az egész testtartás ezért van, hogy elhitesse veled, hogy képes vagy hagyni mindent, idebent úgy dolgozni, hogy az természetes. És hogy biztonságban vagy. Azért ülsz a földön, felél van a fejed fölött, senki nem bánt, aki bántan, azt a gyakorlatvezető fejbe üti. Szóval nincs ezzel semmi van. Amikor a belső gyakorlatról van szó, akkor pedig nem mozduló test, ennek megfelelően nem mozduló tudat, tehát nem mozduló tudat nem hoz létre semmit, nem veszel a valóságból, nem ad hozzá a valósághoz, egyetlen dolgot csinál, gyakorol, azért, hogy tiszta maradjon. Ha azt akarod, hogy működjön a tükröd, akkor semmi más nem kell, mint letisztítani. Épp ma jutott egy ilyen dolog eszembe, egy hasonlat, amikor volt egy interjú, hogy ugye szemüvegessel beszélgettem bent az interjú szobában, és az olyan, mint amikor nem látsz meg koszos a szemüveg. És akkor helyette oda akarod tenni a tárgyakat a helyükre. Roppant egyszer a művelet, megtisztítod az üveget, és onnantól kezdve minden ott van a helyén. Rendben? Tehát körülbelül ugyanez a gyakorlatnak is a lényege. Másik kérdés? Mehet, jöhet. Amit itt a csendben létrehozunk, azt a mindennapok sikeresen le tudja darálni egy bizonyos idő után. Ezt hogyan lehet kivíteni? Egyrészt sehogy. Kettő, amit itt létrehoztál, azt nyugodtan darálja le. Amit létrehoztál, az korábban nem volt ott.
nem volt ott, megjelent, eltűnik, örülj neki, hogy ledaráljó, és nem kell életed végig magaddal cipelned az összes gondolatot, az összes emléket, az összes utálatot, gyűlöletet, ami itt megjelenik menet közben. Beszünk inkább arról, amit megtapasztalsz. Amit megtapasztalsz, ahhoz viszont vissza tudsz nyúlni. Az mindig ott lesz a zsebben, mint a svájci zsebkés. Jó? Tehát azt mindenhova magaddal viszed, mindig, hogyha nem is tudod újra elérni, de mindig vissza tudsz emlékezni rá. Egyik kedvenc szufi misztikával szóló könyvemnek az a címe, hogy az emlékezés rózsakertje. És ez nagyjából megfog mindent, tehát egyszerűen emlékezz arra, ami van, amit megtapasztaltál. Hogyha éppen nem tudod elérni, hogyha éppen messze van, hogyha éppen nem tudod magad rá, vagy ha éppen azon, hogy lebeszéld magad arról, hogy elérd, akkor legalább arról attól ne fozd meg magad, hogy emlékezhess rá. Tehát mindig ott van veled, mindig vissza tudsz érte nyúlni, viszont teljesen rajtad áll, hogy használod-e vagy nem. Ha lebeszéled magad róla, vagy hagysz annyi befolyás, és úgy reagálsz, hogy akkor, és az a döntés vége, hogy akkor nekem most nincs lehetőségem ezt éppen a helyszínen elérni, megtapasztalni. Mert túl sok az olyan, mert túl sokan beszélnek hozzám, mert túl nagy a nyüzsi, túl nyugod a magad, túl fáradt vagyok, túl nyomott vagyok, stb. Akkor valóban nincs idő. Pedig úgy állsz hozzá, hogy akkor is ott volt előttem, most is itt van előttem, és ennyi, akkor pedig ott lesz. Tehát a döntésem múlik. De mindig ott van. Nagyon hiányzik a bód. Egy bódot akkor elvitte csomlászolni. Gyere ki a kazánházba, és akkor kapsz a kérdést. De figyelj, van hólapátunk is. És enélkül rosszul érzed magad? Én nem érzem rosszul magam. De egy hiányérzet van, ugye? Hát ezt amikor ott középen fogja, és akkor ez a múlt és ez a van, ez nekem annyira... Figyelj csak, az ebben a jó, hogy akármikor felmész az internetre és YouTube-on ezt megnézheted. Azért csinálja ezt ilyen interaktívan, hogy bármikor elérhető legyen ez a gesztus. Hát akkor számolád is lesz, meg oda is ragadsz a székhez, tehát. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy... Bocsánat, hogy most tényleg magamról kell beszélni, mert azt kell elmondanom, hogy én még eddig soha nem aludtam el meditáció közben. Valamikor jogáztam, és akkor sem aludtam el, még fekve sem. Szóval nem. És most, hogy második nap mindig szokott fájni, itt mindig fáj a derek, amikor meditálok, és akkor kértem egy széket. De még mielőtt a széket kértem volna, akkor már volt egy olyan, hogy a széken ülve elaludtam. De konkrétan úgy, hogy lerúgott a fejem, de egymás után. Tehát széken nem tudom. Na akkor nem kérem a széket, és akkor két vérzemet kaptunk itt többen, mert hogy elolvastuk a 290. oldalon a rendiránytőjében, hogy azt mondta a kedves nagy patriárka, hogy fekve és meditálni. Na most én lefeküdtem, és abban a pillanatban hol voltam is? Igen, itt voltam, hallottam. De. Mégpedig F múlva. És akkor az volt, hogy egymás után hárman lefeküdtünk, ilyen nagyon bőszen. Én nem nagyon torkoltam, mert én nem hallottam. És ez egy büntetés volt szerintem, hogy nagyon... De a többieknek is így, de... Hát ez a helyzet, hogy nekem nem szabad széken meditálni, sem fekve meditálni. Elpusztulok akkor is, valahogy mindig kell. Ez a tapasztalat. Igen. Kérdés ezzel kapcsolatban? Ezt csak elmondtam. Ó, egyrészt köszönöm. Jó. Akkor csinálok belőle kérdés. Jó, ez így vagy nem? Jó. Szóval... Kedves Istú barátom, valahonnan szeret egyszer egy mondást, ez úgy hangzott, hogy látod, tudsz te, ha akarsz, csak nem tudsz. Oké? Okay? Nevezetesen?
Tehát az egyik dolog, amiért nem tanítjuk, illetve nem javasoljuk a székben meditációt, mert akkor beáll ez a tévénézős bőrfoteles hangulat. Tehát hát kicsit hátradőlsz, bejön a nagy kifli a gerincbe, úgy érzed, hogy... És akkor hozhatnánk neked a horgásszéket, hogy popcorn az egyik oldalon, kóla a másikon. És akkor utána megy előtted a tévé, mert ugye a 5.1-es házi mozi rendszer adja a filmet, gondolom. És akkor az, hogy ülve gyakorlunk, az azért történik, hogy lehetőleg minimalizálja a mozgást. Az, hogy nem fekve, az azért, hogy ébren maradj. Azért, hogy nem széken, azért nem széken gyakorlunk, ez pont ma volt az egyik interjún kérdés, megint visszatérve a meditációs gyakorlatot, adott ponton eljön az a dolog, amikor elég sok minden eltűnik. Eltűnik a gondolat, eltűnik a vágy, eltűnik az ok, amiért ott ülsz, eltűnik a cél, egy idő után eltűnsz te is. És ezeken a pontokon nagyon fontos, hogy úgy érezd, hogy biztonságban vagy. Különben nem tudod elengedni ezt a végső dolgot. Ahhoz, hogy biztonságban érezd magad, ahhoz meg úgy kell elhelyezkedni, hogy kétség sem merüljön fel, hogy nem történik veled baleset. Tehát, ha a földön ülsz, ezért javasoljuk az újaknak, ülj le szépen nyugodtan a matracra, ott legyen a két lába fenék, hogy innen nem esetsz lejjebb, ugye? És akkor ezután annyit használd a párnát, hogy egy nagyon picit megdöntöd a csípőnek a dőlésszögét, hogy helyek közel függőlegesen építs fel a tornyot, vagy egy nagyon picit előre dőlsz, azért, hogy egy kicsit éberebb testtartást vegyél föl. Tehát mindez azért kell, hogy egyrészt ne aludj el, kettő biztonságban érezd magad. Pont amit itt elsősorban látunk egy betakarózás a szemdörzsölős hölgynél, rendkívül sok jóga irányzat, illetve nagy zenmester, elsősorban a japán festőművészetben lehet ilyen zenszerzetteseket látni, ilyen teljesen magukra húzzák a takarót, és akkor ott ül, mint bódhidharma is, ugye ekkora szemekkel, szépen ott ül, teljesen bebugyolálva, és egy nagyon komor arccal is csinálja. Ennek az egésznek az a lényege, ott ül, biztonságban van, nem esik le, beburkolózik, még egy ilyen biztonsági érzet. És akkor onnantól kezdve várhatsz bármi megtörténhet. Szóval ennek az üdvpozíciónak, amit mi használunk, ennek nagyon sok rétege van, és nagyon sok oka, amiért ezt szoktuk javasolni. És a székenülés pedig, igen, az egy viszonylag kényelmes dolog. Nem feszül annyira a lábod, nincsenek fájdalmaid, jól érzed magadástól, hozzá is szoktál ahhoz, hogy amikor hátradőlsz a székben, akkor úgy megengeded magadnak az elalvást. Ugye hozzátetted azt is, hogy amikor másodjára kérted a széket, akkor már érezted, hogy gond lesz. Amikor minden lehetőség adott, akkor sokkal jobban megadod magad a fáradtság érzetének. Magyarul elismerően aláírod azt a papírt, hogy alulírod Zsuzsanna, elismerem, hogy álmos vagyok, pont, tehát ez egyféle saját halálos ítéleted aláírod, és onnantól kezdve, hogy az álmosság gondolatának erőt adsz, onnantól kezdve az frankó jelen is lesz. Árnyaljuk egy kicsit ezt a fogalmat, úgy azt érezted, hogy álmos vagy. Az volt a gondolatod, az volt a konklúzió, arra jutottál agyilag, hogy álmos vagy, tehát te most megérdemled az alvást, tehát akár még aludhatnál is, tehát akkor be is alszol. Tehát ezt a gondolatmenetet rögtön az elején úgy lehet megfogni, hogy gondold azt az elalvásról, hogy az elalvásnak a vágya, az is csak egy vágy, ugyanúgy, mint bármi. Közben szeretnél elnélkülözni, közben szeretnél sétálni, szeretnél megszabadulni a fájdalom, mert nagyon sok mindent szeretne az ember, miközben ülő meditál. Rendben? És az alvás, a pihenés ugyanilyen vágy, mint akár még más. Ugyanúgy lehet neki nemet mondani, és ugyanúgy megpróbálsz tartózkodni tőle. Ez az egyik. Kettő. Már maga az elalvás gondolata is ugyanúgy egy gondolat, mint bármelyik más. Az ennek az egyik ilyen alaptanítása, hogyha át akarsz kelni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak, vagy kicsit máshogy megfogalmazva, ha át akarsz kelni ezen a kapun, ne ragaszkodj a gondolkodáshoz. Tehát az álmosság gondolatához sem, és ne engedj az álmosság vágyának sem. Tehát rögtön ez a hozzáállás kell, ez az egyik dolog. Most így összefoglalva az elmúlt 5 perces monológomat. A másik dolog pedig, hogy eleve úgy ülj le, hogy tudatosítsd magadban, hogy miért ülsz le, és mit szeretnél csinálni.
Ahogy úgy ülsz le, hogy na, akkor most vagy alalszom, vagy nem, akkor felrobod az élményt, és akkor már egy 50-es ott van az alvás oldalán. Hogy... és akkor lehet sportfogadásokat kötni, hogy hányan horkoltok aznap este meditáció. És tehát rögtön úgy ülj le, hogy én alulírott, az előbbi nyilatkozat helyett, hogy álmos vagyok, azt írod, én alulírott, blablabla, ez nagyon Zsuzsanna, kijelentem, hogy ezért meg ezért ülök le a párnára, ezt meg ezt akarom csinálni, hatodik haszaköd. És akkor puf, leülsz és azt csinálod. Rendben? Tehát ezt a két... Igen, de most dolgot. Én nem vágynak fogtam föl az alvást. Hanem? Hát ezt a mese jutott, hogy elfogva az eszedbe jutott már ügylés közben, hogy esetleg éhes vagy, mégsem érsz ki enni. Remélem. De ez a piszkos, mert na és? Csak mindig egyet többször kell évre maradni. Van-e bármi más kérdés? Azt szeretném kérdezni. Azt láttam, nagyon sok elemet használ, amit a jogában is használnak, hogy, hogy mi a kapcsolat a kettő között? Tehát, hogy... Mi között? Tehát, mi itt történik? Mi itt történik? És meg a jóga elemek között, tehát, hogy... Megmondom neked, hogy halvány fogalmam sincs. Jó, akkor hogy miért mondom ezt? Annak idején körülbelül egy olyan 3 évig igyekeztem jógázni. És ebben a jóga hagyományban elég szépen alaposan össze volt rakva a rendszer. Először tanulj meg mozogni, aztán tanulj meg mozdulatlanul ülni, aztán tanulj meg fókuszálni, aztán utána a meditáció alapjait tudni, akkor aztán utána... Nagyon szépen sorba föl volt ez építve. 3. évben jutottam oda, hogy akkor el lehetett képzelni kék alapon egy fehér, vagy fehér alapon kék. Nem emlékszem, sajnálom. Ohm szót adott magam előtt, amiből aranyfény sugárzik. Nem lett volna ezzel semmi gond, csak én eleve azért mentem oda, hogy valamiféle módon meditációt tanuljak, mert úgy éreztem a nem tudom hány év harcmészkedés után, hogy van valami akadály még mindig, amit csak túl kéne lépni, és nem testi szinten voltam, éreztem magam fogyinak, hanem máshogy. Ezt most nem részletezem. Tehát hosszú idő során odáig jutottam, hogy az összes létező ászanát már kipróbáltam, és ezek marha jót tettek, mert hiszen ezeknek javarészete egész hatha jóga, tudomásom szerint azt hivatott biztosítani, hogy rendben legyen a tested ahhoz, hogy tudj ülni, ahhoz, hogy tudj egy szinten följebb lépni és meditálni. Na most én elég türelmetlen voltam annak idején, most már sokkal türelmetlenebb vagyok, de ezt a paramitát nem sikerült, na mindegy. Tehát elég türelmetlen voltam annak idején, és már alig vártam, hogy meditáljam. És akkor még hosszú idők után még mindig tratak gyakorlat, tehát akkor a gyertyát figyeltem ott, és akkor a köztünk levő aranyért. Most nem kifigurázni akarom, én csak azt mondom, hogy nekem ez hosszú volt. Tehát én akkor szakítottam a jogával, hirtelen szembe jött velem az önhagyomány, belecsöppentem, és onnantól kezdve ez van. Tehát nem tudom igazából megmondani, nincs tapasztalatom arról, hogy a jóga meditáció során, amiből biztos van 164 ezer, szóval 10-23-on, ebből, vagy ezzel hova lehet eljutni? Biztos, hogy ugyanoda, de a gyakorlattal magával nincs tapasztalatom. Mindenképp igaz, hogy a jóga gyakorlat az segít abban, hogy megtartsd magad, és elég jó gyakorlatokat javasol arra, hogy az ülésed hogy legyen frankó, tehát minimális fájdalommal, teljes jelenléttel, jó tartás, és a többi, és a többi. Viszont a hosszabb távú cél az valószínű, akár hitem szerint megegyezik. Tehát ugyanoda törekszünk, minden teljességre törekvő spirituális irányzatnak elvileg legalábbis körülbelül ugyanaz lenne a célja, az irányvétele. Az eszközök másak. Tehát az egyik olyan, hogy biciklivel mész, a másik meg olyan, hogy autóval mész. Egyik mondjuk tovább tart, de élvezetesebb és csapja a szél a hajad, a másiknál bennülsz, vízével sokkal hamarabb odaérsz. Tehát így tudnám ezt a két dolgot összehasonlítani, de igazából most csak egy rizsa volt a válaszom. Azért nem tudom, mert nem jogázom. De jó előkészítés volt. Mindenképp jó előkészítés volt, úgyhogy
mai napig időnként, amikor úgy érzem, hogy baj van, tehát nem megelőzésképp, mint a bölcs, hanem utólag, amikor már beállt a probléma, akkor szoktam én is egy-két gyakorlatot végezni, nyújtásilag meg úgy, hogy rendbe tartsa magam, de ez már csak utóplasztikázás, tehát ennél bölcsednek is lehetne lenni. Tehát akkor gyakorlatilag mindenkinek ez a jó fejlődés, hogyha egy kicsit jogázik, hogy itt az 50 percet ülni, azért az hívás. Bármi dolog jó fejlődés, amit csinálsz, hogyha az irányvételed megfelelő. És azért jó, hogy ennyiféle tradíció van, ennyiféle spirituális út, mert megtalálhatod a saját magadét. Az a fő, hogy abban az egyben tudj bízni, mert hogyha bizalom nincs, akkor egy adott ponton nem tudsz túllépni. Röviden így tudom akkor a válaszomat befejezni. Tehát a zen út hagyományokat követni, az a legrövidebb és legbiztosabb út a cél eléréséhez. Számomra az volt, hogy objektíve így van-e, az megítélés kérdése, mivel ez már emberi minősítés, ezért erősen relatív. Tehát rövidnek mondható, gyorsnak vagy mondható, vagy nem mondható, egyféle út, ami elég egyszerű, és elég sok, és kevés, viszont hatékony eszközt használhat ahhoz, hogy ne tud magad félrevezetni a gyakorlat közben. De objektíve megítélni nincs értelme, működik számodra, vagy nem működik, ez a kérdés. Tudod-e teljes odaadással csinálni, vagy nem? Ez a kérdés. Akkor működik, ha működik, akkor megvan a bizodalom, hogyha megvan ez, akkor van előre haladás. Ha nem, akkor nem. Köszönöm. Az én kérdésem az lenne, hogy ugye a zen az egy nagyon egyszerű, minimalisztikus, tehát nagyon kevés eszköz van, ugye a csenddel dolgozunk, illetve a hangokkal, és hát ugye a dal, amit énekeltünk, abban is, hogy nincs forma, és a forma és az üresség ugyanaz, akkor miért van az, hogy ennyire sokat ceremónia az ember, és ennyire hosszadalmas mondjuk az étkezés, vagy bármi, amit csináltok? Rendben. Kétfelől, két irányból szeretnék erre válaszolni. Egyik az, hogy végülis miért ilyen sok ez a ceremónia. Ha ezt a bizonyos tudatot, ezt a tiszta, tükörszerű tudatot próbálod megtartani, illetve elérni és megtartani, akkor teljesen mindegy kell, hogy legyen, hogy közben mit végzel. Ha az ülő meditációhoz lenne kötve, és csak ülés közben tudnád csinálni, akkor megette a fene, mert amikor éppen sorba állsz a boltban, vagy utazol a trolibuszon, vagy bármi van, akkor nem tudnád használni. Tehát ne legyen helyzethez kötve. Ugyanúgy ne legyen tevékenységhez kötve, hogyha csak akkor tudod ezt megtartani, hogyha csendben vagy, hogyha mindenki csendben vagy, vagy ilyesmi, akkor megint megtapasztalható, de a hétköznapi életben használhatatlan lenne. Azért van ennyi minden, azért van mozgás a ceremóniákban, leborulás az éneklés közben, illetve van, aki külön kiegészítésként 108 leborulásokat végez a nap során. Azért van éneklés, hang, azért van ilyen tevékenység, és azért van semmittevés, sőt azért van étkezés is, hogy minden egyes tevékenységi formában meg tud valósítani ugyanazt a tiszta tudatot, hogy el tud érni, nyakon tud csípni. És hogy tud törekedni, tehát hogy hozzászokja ahhoz, hogy nem helyzethez, nem környezethez, nem szituációhoz, semmihez nem köthető a dolog. Mindig rendelkezésedre áll. Tehát ennek az univerzalitásának a biztosítása lenne az egyik. Másik irányból válasz arra, hogy miért van ezekre szükség, hogyha megnézzük általában a vallásokat, mit tudom én, a katolikus vallást, ott is bemész egy templomba, liturgia, tömén illat, feszületek, ikonok, ez, ami nagyon szép és nagyon kiforrott egy tradíció. Miben segít ez? Van, akinek elég az, hogy megütik, és megérti. Van elég az, van olyan, akinek megmondják, hogy hogy érd el, csinálja, eléri. Van, akit tanítani kell, van, akit unszolni kell rá, van, akinek olyan környezetet kell biztosítani, van, akinek extra dolgokat kell a kezébe adni, vagy biztosítani, hogy rá tudja beszélni magát arra, hogy képes elérni, és hogy ezt meg is lépje. Tehát van, akinek... Tehát sokféle módon hozzá lehet állni az ilyen ceremóniákhoz. Ha tiszta a tudatod, akkor egyszerűen csinálod azt, függetlenül attól, mint amit a többiek, meg szabad vagy ahhoz, hogy helyesen cselekedj és azt, amit kell. Akkor ez nem akadály. Ha ez akadály, akkor az vagy azért van, mert ragaszkodsz hozzá,
És egy olyan feltételhez kötöd az elérést, szintén egy ilyen éneklésre, stb. És nagyon sok ember van itt. Szükségük van az éneklésre, szükségük van a ráhangolódásra, és a tradíció azért egészíti ki a minimális gyakorlatot, az ezt, meditációs gyakorlattal, énekléssel, leborulással, formális étkezéssel, hogy minél több embernek tudjon úgymond a tudatának gumicsontot adni. Rendben? Ez az egyik. Tehát amikor a ragaszkodások miatt azért, hogy meggyőzzen arról, hogy ez most az a hely, hogy ez most minden adott ahhoz, hogy ezt te csinálhasd. Másik dolog, amikor ugyanezek akadályt jelentenek, akkor viszont arról van szó, hogy az az ember, aki minimalizmusra törekszik, és én csak a barlang mélyén akarok a 20 luxos félhomályban ülni, annak az meg zavarba érezteti magát a ceremóniák miatt, és vannak azok is elég rendben, nekem túl sok ez az ének, nekem is túl sok. Megint akadály jelentkezik, de a saját részéről. És ez megint rámutat arra, hogy rossz nyomon jár a gyakorlást illetően. Tehát két okból van, az egyik az, hogy lehetőséget biztosítson és kapaszkodót adjon mindenkinek, különböző igényeknek megfelelően. Kettő, hogyha éppen ellenszem jelentkezik, akkor meg rámutasson arra, hogy neked hol van az akadály, mit nem vagy hajlandó elfogadni. Különben, bár a módszer egyszerű, de hogyha ezt ilyen egyszerűen adod oda, akkor nagyon sok belső turpiság, hiba, félre, téves nézet, stb. Nem derül neki. Ez elég változatos ahhoz, hogy minden berögzöttség, minden karma, minden szokás így a felszínre jöjjön. Ezért. Köszönöm. Nagyon szívesen. Parancsolj. Azt szeretném kérdezni, hogy egyszer egy dharma beszéd előtt te tartottad a bevezetőt, és ezt végignéztem a YouTube-on, és akkor az nagyon elfogott engem, hogy azt mondtad, hogy nem azért ülünk itt az elvonuláson, hogy magunkról segítünk, hogy mi boldog legyünk, és akkor most minden oké, megcsináltuk ezt az elvonulást, és nagyon megveszünk elégedve magunkkal, hogy ezt megtettük, és most innentől kezdve minden jó lesz, mert nem azért jöttünk ide, nem azért vagyunk itt, azt mondtad, hanem azért, hogy másokon segítsünk. És hogy másokon is segítsünk. És én akkor arra mondtam, hogy oké, de hát nem tudok másokon segíteni. Mert mondjuk, aki szeret szenvedni, az szereti azt a szenvedést, és nem tudok rajta segíteni. Ez mit szólsz? Tényleg nem tudsz rajta segíteni? Nem. Hát úgy nem, hogy én most akarok segíteni, mert ő nem akarja segítség. Illetve nincs olyan, aki most azt mondja, hogy... Rendben. A következőről van szó. Az, amit itt gyakorolsz, ez hasznos arra, hogy saját magad túl egy kicsit megszabadulj, vagy egy pár tulajdonságottól. És ezáltal alkalmasabbá teszed magad arra, hogy tiszta tudsz maradni ahhoz, hogy lásd, hogy mit nem mondj neki, vagy hogy mit mondj neki ahhoz, hogy meggyőzd, hogy képes magán segíteni, és hogy egy kicsit ösztönözd. Ugye itt vagyunk szerzetesek a templomban, mi se tudunk gyakorolni senki helyett, mi se tudunk segíteni a meditációban, konkrétan a folyamatban, a megélésben senkinek. Amit tudunk csinálni, az, hogy van egy módszer, megmutatjuk, hogy ezt hogy lehet csinálni, próbálunk amennyire lehet példát mutatni, ami így emberi erőből telik, próbálunk tolni, meg próbálunk húzni, de járni senki helyett nem lehet. Tehát lehet motiválni, lehet kedvet csinálni, lehet a technikát tanítani, de járni az utat helyette nem, ugyanez a másokkal. Ha tisztán tartod a tudatod, akkor magától megjelenik, hogy hogy tudsz neki segíteni, hogy tudod motiválni arra, hogy neki jobb legyen, vagy hogy egy élvezhetőbb élet felé, boldogabb élet felé haladjon tovább, vagy hogy tudod húzni, vagy hogy tudsz neki módszert adni. Tehát ez a másokon való segítség. És azzal, hogy a saját tudatot tisztán tartod, azzal egyrészt saját magadon segítesz, mert saját magadtól szabadulsz meg apránként, másfelől ezáltal jobban segítesz másoknak is. Ha egyértelműen azért jössz ide és azért ülsz le, mert magadon akarsz segíteni, akkor egy elég egoista és önző vágy az alapja a gyakorlatnak, és ez a gyakorlat során előbb-utóbb visszaüt. Ezt is el kell majd engedni, és csak nehezebb dolog, hogy az ember eleve
ezzel a attitűddel áll hozzá. A Mahayana buddhizmusnak a nagy találmánya, hogy másokért gyakorolsz, és hogyha elérted, akkor másokért érsz vissza, és ezáltal másoknak segítesz. Ennyit tudok így erre elmondani. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogyha már egy lehetőségünk adódott, hogy meséljen arról, hogy te hogyan lettél szerzetes. Úgy lettem szerzetes, hogy egy hatalmas nagy sátor volt itt a mezőnek a túloldalán. Ez 2008 őszén történt. Aznap elromlott az agregátor, tehát kettő másikat kellett keresni. Kifogyott a benzin, ki kellett rohanni a benzinért. Aztán utána nem tudom hány ember betudult oda Amerikából, Koreába. Ez egy ilyen konferencia jellegű akció volt. És akkor szerzetesi javadtak. Megkaptam szépen ezt a dokhenevet. És a legszebb élményem az volt, hogy akkor még ezt a kis kasámat sem tudtam fölvenni magamra, mert elfelejtettem előtte megtanulni, pontosabban senkinek nem jutott eszébe. Az, hogy szereljük össze itt a sátornak a vázát 17-es villáns kulcsal, az megvolt, vagy hogy szerezek új agregátort, hogy ezt hogy kellene fölvenni, a nagy plénum előtt nem volt meg. Úgyhogy számomra egy rendkívül vicces dolog volt ezért. Kettő, a fogadalmak után, az is öt fogadalom volt, amikor ugye szerzetes lettem és novícius, akkor Csongban Szunyintól kaptam egy égetést a kezemre a fogadalom tételnél, és kezében megmozdult a füstölő, és a frissen megvarott Changsan, ezt a kis lebernyeges ruhát, körülbelül 5-6 helyen égette át a parázs. Szóval nagy buli volt, és nagy mulatságos egy alatt lehettem, videófelvétel is készült, tehát így lettem szerzetes konkrétan. Bővebben azért nem szeretnék erről beszélni, mert ezt most csak a poén kedvéért jeleztem meg, hogy mennyire ászoltott ez a dolog. Azért nem nagyon szeretek erről beszélni, mert akkor mindenki azt próbálja analizálni, hogy mi, merre, meddig, stb. Röviden összefoglalva azt tudom erre elmondani, hogy gyerekkorban láttam egy riportműsort a tévében. Ez Weninger Antalnak volt készült egy riport, ezt Vitrai csinálta, még annak idején jógáról beszélt, és akkor légzés, halka, nagyon jó elnyújtva, aztán kipróbáltam gyerekként, és ez nagyon bejött. A környezet nem volt olyan, hogy ezt bármiféle módon támogatta, segítette volna. Próbáltam ez az élményhez, ehhez a dologhoz visszatérni, akkor már általános iskola súlyában így lótusz meg egyéb hülyeségeket tudtam csinálni magammal. És folyamatos visszatérés volt ehhez, és aztán hosszú mélypont meg egyéb dolgok után egyszer szembe jött velem ez, és amikor egyszer vonattal mentem hazafele egy Budapesten elkövetett hétvégi gyakorlatról, akkor beugrott, hogy na, ezt szeretném csinálni főműsorban. Ez volt az, amit kerestem. Ennyi dióhéjban a történet. Részemre nagy dolog itt lenni. Nagyon sokat tapasztalom, meg tanulok. Van egy kérdésem, ami most eszembe jut. Olyan sok mennyiség nők vannak, aki életkor alatt valamikor férfi erőszakról szenvedtek. És szóval ez valami, ami létezik, és nem tudunk nem látni. Hogy az, hogy erőszak, és az, hogy jó cselekedet, az, hogy szerzetesség, vagy bűnözés, egy ilyesmi, ez szerintem egy természetes módon szabályozódik a világban. Ezt néha soknak érezzük, az egyik oldalt főleg a rosszat, néha kevésnek érezzük, főleg a jót. Az a lehetőség, hogy ebből kitörj, és elkezd kutatni a szenvedésed, a szenvedések okát, a szenvedések megszüntetésének útját, és megszabadulni a szenvedéstől, tehát a Buddha alaptanítását követni, erre mindig ugyanannyi esélyed van. Tehát a legszebb, illetve a legcélra vezetőbb az, hogyha nem másokkal foglalkozni, és nem globális problémát oldanál meg, hanem a saját látásmódodat csiszolnád úgy, hogy minden helyére kerüljön. Akkor a bűnözés csak bűnözés, a szerzetesség csak szerzetesség. A bűnözőtől elszaladsz, a szerzetestől pedig tehetsz fel kérdéseket. A szerzetesnek tehetsz fel kérdéseket. Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy nagyon könnyű, mikor itt bent, ebben a közösségben csendben vagyunk, és segítsük egymást a munkafolyamatokban, vagy támogassuk egymást. De mikor innen hazamegyünk, és valahogy nem lehetne valami technikát kapni
ahhoz, hogy otthon is belessen ezt a harmóniát csempészni a kommunikációba. Hogy azt a ént nem lehetne valami technikával kivonni, mikor beszélgetünk, vagy mikor segítséget akarunk annak nyújtani, aki lényegében nem is igényli a segítségünket, vagy ilyen hasonló szituáció. Amikor itt vagy a meditációs teremben, akkor milyen gyakorlatot végzel a párnál? Milyen gyakorlatot? Csend. Meditáció. Ez működik? Kb. Működik. Akkor hazamész és csend. Mert otthon dolgozni is kell. Na és? Meg kell ott is valahogy beszélni. Na és? És ott másoknak a válaszok mindig. Na és? De a csend az ugyanaz, nem? Csend az ugyanaz. Ami tapasztalja a csendet, az ugyanaz, nem? Na, akkor mit keresel? De beszédkozz, nem lehet ezt a csendet valahogy megérzni? Beszéd közben beszélj, amikor csendben vagy, légy csendben. Bármi más kérdés, most ígérem, hosszabban fogok válaszolni. Sok szó volt a csendről, és hogy a csend az tartalom vagy forma, vagy egyik se, vagy mindkettő. Most már tényleg hosszabban. Van még bármi kérdés? So, if we just be, and we are not attached with anything, what about love? What about deep emotions that we have? I know that probably your answer is that I don't identify with that emotion, or I decide whether to have that emotion or not. What about to suck the marrow of life, to live fully and intense, if we just have to be? Okay, can you start over your question again? Just to emphasize the first few words. So, if we just have to be, how can we live fully? So, when you be, you be. When you make love, you make love. When you suffer, you just suffer. When you do selection, you just do selection. Just do it. Then it's a full life. So you should try it. Tüntettek, hogy egy ilyen rövidebb választ igénylő kérdést tettek föl. Az előző kérdéssel kapcsolatban, hogy azt éreztem, hogy most, ami az ülés végére kerültem, hogy valami eltűnt belőlem, ülesnek érzem valami, és ez félelemmel tölt el, mintha nem lennék teljes, és hogy ez megrémiszt, és hogy mit tegyünk. Gyakorolj tovább. A meditáció összes szakaszában van egy adott nehézség, tehát minden egyes pontján van egy olyan nehézség, amin túl kell lépni, amit meg kell haladni. Tehát egy dolog az, hogy fejlődik az, hogy a figyelmedet egy pontban tudod tartani, végzel a gyakorlatod, egy gondolatok lecsitulnak előre, haladsz és megtapasztalsz ezt meg azt. Viszont minden egyes pontban van egy következő kihívás, amin át kell jönni. A legelső az az, hogy leülsz, de a legelső az, hogy ide meg kell érkezni. Csomó ember már itt elvérzik, mert most is voltak egy pár, akik nem tudtak eljönni, utolsó pillanatban családi rendezvény, azután egészségügyi probléma, meg mit tudom én. Megérkezel, akkor rögtön meg kell barátkozni a helyzettel, rögtön volt három ember, aki el is, nem rögtön, de három ember már elhagyta az elvonulást. Tehát már kevesebben csinálják végig. Oké, megy a meditáció, úgy érzed, hogy akkor meghoztad a döntést, hogy szeretnéd végigcsinálni.
akkor leülsz, akkor rögtön ott van a kihívás, hogy ugye valami olyan dolgot kéne csinálni, amit kérnek tőled, hogy csináld. Mert ugye mindig azt mondjuk, hogy légy kedves, meditáció közben azt a gyakorlatot csinál, amit mi javaslunk, azért elkezded csinálni, akkor szembesülsz azzal, hogy igen, ott van a test, ott van a fájdalom, meg kell tanulnod a fájdalmon túlépni, ott vannak az érzelmek, meg kell tanulnod azon túlépni, meg vannak gondolatok, azon kell túllépni, meg megjelenik egy üresség, azon kell túllépni, belépsz egy önbirodalomba, amikor semmi nem történik, minden változatlanhoz, ennek az unalmán túl kell lépni, akkor bejutsz abba, amikor az utolsó dolgokat elhagyod magadtól, azon túl kell lépni, az egység érzete, azon is túl kell lépni, stb. Minden egyes ponton megvan ez a jellegű dolog. Egy dolog visz ezen túl, a bizalom a gyakorlatodban, vagy az a tudás, vagy az az érzet, hogy a helyes úton jársz. Ha ad egy bizonyos gyakorlat, megtapasztalást, és megnézed, hogy igazából még területre hat, azt tüntette el belőled, ami szép és jó, vagy azt tüntette el belőled, ami fölösleges, ami hulladék, vagy esetleg pont rossz dolgokat tüntette el, ami árt, és megnézed, hogy hogyan működik a technika, és úgy gondolod, hogy ez számodra működőképes, ezt el tudod fogadni, akkor tarts ki az úton, és csináld. Tehát nem szigorú monoton növekvő itt a függvény, tehát itt össze-vissza vannak hullámvölgyek, hullámhegyek, de az egész azért összességében célba visz. Tehát ugyanazzal az elkötelezettsége, ugyanazzal a jelenléttel, ugyanazzal az odaadással, ahogy eddig, csináld. És ne feledd el, hogy ami most üresség megjelent, az se volt ott korábban. Tehát ez is ugyanúgy tovább fog állni. Pontosabban inkább ez a hiányérzet. Ezt a ürességnek nem nevezném, mert az egy buddhista fogalomnak tartjuk fönt, ami mutat egy bizonyos megtapasztalása. Tehát ez a hiányérzet, hogy valami eltűnt, tehát tovább. Nincs vége, még az elején járunk. Kérdezni, hogy gyakorlás, mennyi? Tehát a napi 8 óra az otthon nem fog menni. Miért hagynád abba? Nem, tehát hogy van ennek valami ajánlott időt? 0-24. Hogyha csak úgy tudsz meditálni, hogy bizonyos körülmények adottak, itt vagy egy csendes teremben, füstű lillat lengi le az egész termet, egy hűvös atmoszféra az erdőben, madácsi cserések kívülről, sok jó ember kis ilyen elférve, akkor feltételekhez kötöd a gyakorlatodat. Ne köst feltételekhez a gyakorlatodat. Ez volt talán az egyik legelső kérdésre is a válasz. Állva, ülve, fekve, mozogva, mindenhol mindig ugyanaz, mi ez. Tehát ezt a gyakorlatformát, ezt az utat, ez bármikor, bárhol járhatod. Ostobaság leszűkíteni erre az 50 percre, meg a következő 50 percre, meg az azt követő 50 percre, meg aztán két nap múlva az 50 percre, mert megfosztod magad egy csomó élménytől. Tehát minél inkább határokat szabsz a meditáción, egyrészt annál kevesebb egy gyakorolsz, időben is, másfelől nem feltétlenül az elérés mélyül, hanem az, hogy minden pillanatban fogod tudni használni, mert már csomó minden feljött, és több tapasztalatot ad. Ha ezt 0-24-re kiterjeszted, nem csak ülve csinálod, és nem csak az általunk javasolt, ugye 50 perc meditáció, 10 perc sétáló meditáció, megint 50 perc során, hanem az utána tovább viszed. Fölállsz, kimész, megmosod a kezed, segítesz az ebédet behozni, a gyakorlatod ne hagyd abba. Ez csak úgy kell tekinteni a meditációt, mint hogyha egy petri csészébe kísérletezni a labor körülmények között. Itt minden meglátszik, itt minden. De ez nem jelenti azt, hogy egész életed ott a laborban töltötted. Ki kell jönni, mindenhol működik az élet. Tehát ez csak egy különleges szintere a gyakorlatnak, azért, hogy az összes létező feltétel biztosítva legyen ahhoz, hogy ég egyet a világon semmi más dolgod nincs, csak a gyakorlat. Az életben ez nincs meg, helyett azt csinálod, amikor cselekedni kell, cselekszel, amikor vissza tudsz térni a gyakorlatodhoz, visszatérsz a gyakorlatodhoz. Ilyen egyszerű. Tehát ne válaszd el a gyakorlást, hanem gyakorlástól. Mm. És mi a helyzet a mantrával? Tehát, hogy azt elő lehet csak úgy húzni? Mondjuk, ha van 10 percem a buszon, és nem éppen azzal akarok foglalkozni, hogy a lábamra léptek, hanem pont, hogy... Igen, elő lehet húzni. Tehát, hogy ezt bármikor lehet használni, ezt a bármikor. Hozzáteszem azért, hogy a három gyakorlat közül, és általában azért szoktuk ezt a sorrendet javasolni, hogy először próbáld a hangok figyelését, aztán a kérdést, aztán a mantrát, mert a mantra a leg
legerősebb, a legdurvább, a leghangosabb. Effektíve létrehozol valamit magadban, amit tartasz, és annak a jelenlétével zársz ki minden egyebet, ami megjelenhetne. És ez viszont némi megfigyelést is kizár. Tehát, na, és még mikor kezdőkoromban hallottam dharmabeszédeket, akkor volt nagyon sok beszámoló arról, hogy vezetés közben mantrázott, és akkor jött a baleset, meg ilyesmi dolog. Tehát észre kell csinálni, amikor tudod, hogy a lehetőség adott rá, ott vagy a buszon, és nem éppen a kaller jön kérni a papírokat, akkor csinálod. Amikor le kell szállni, akkor meg észnél vagy, és fogod, és arra figyelsz, hogy leszállsz. Amikor beértél, lifttel mész fölfele, akkor megint visszatérsz hozzá. Tehát cselekvés, nem cselekvés. Cselekvés, gyakorlat. És akkor a gyakorlat is egyrészt cselekvés és gyakorlattá válik, mert akkor azt csinálod teljes intenzitással, akkor csak nyomod a gombot, aláírod a papírt, ütöd a billentyűzetet, és amikor gyakorolsz, akkor pedig azt csinálod teljes intenzitással. Tehát mind a kettő mögött az áll, csak csináld. Teljes egészében, teljes lényedből. Bármi is, azt csak csináld. Anélkül, hogy bármit rákennél. És ekkor a gyakorlatod az kvázi univerzális lesz, mert tök mindegy, mit csinálsz, közben végig ott van veled. Ugye ülünk, és akkor jönnek le rólunk a fátlak, vagy a leplek, vagy, és akkor azt mondjuk, hogy esélyén vagyok, asélyén vagyok, amasélyén vagyok, akkor ki a felelős egy adott tettért, megcselekedettért? Te. De ki az az én? Hát aki ütöl előttem. Ez egy mély rám tekintés volt, elfogadható a válasz? Akkor ezúton szeretném nagyon szépen megköszönni mindenkinek a türelmét és a kérdéseket. Kívánom, hogy a maradék bő fél napban is tudjátok beleadni apait, anyait, tudjátok, hogy miért ültök le, tudjátok, hogy mit kell csinálni, és próbáljátok teljes szívvel lélekkel csinálni a gyakorlatot, hogy mindannyian elérjük a megvilágosodást és megmentsünk minden lényt. Köszönöm szépen!